Az aneszteziológiával, vagyis altatásos érzéstelenítéssel foglalkozó szakemberek egyik fontos eszköze az altatógép. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház tagintézményeiben összesen 38 helyen használnak ilyet. Számukra jelent nagy segítséget az az eszközpark fejlesztés, melynek keretében 16 altatógépet is beszereztek a közelmúltban. Nem csak a műtőkben alkalmazzák az altatógépeket, vagy az altatásos beavatkozásokat, hanem olyan eljárásoknál is egyre nagyobb igényként jelentkezik az altatásban végzett beavatkozás, mint például egy kolonoszkópos vizsgálat, egy vastagbéltükrözés. Tehát egyre nagyobb a klinikum igénye az altatásban végzett beavatkozásokra. A beruházás részeként 12 lélegeztetőgépet is vásárolt az intézmény. Ezeket az intenzív részlegeken dolgozó orvosok használják, olyan betegek ellátásában, akik önállóan nem tudnak lélegezni. Bár korábban volt már fejlesztés, ezek a gépek gyorsan amortizálódnak, így az eszközpark elavulttá vált. Ezért volt szükség a 15 év feletti respirátorok újakra cserélésére. Folyamatosan szeretnénk ezt tovább bővíteni, ezt a cserét megvalósítani. Ez egyébként az állami egészségügyi ellátók központát, ami fenntartó pályázati forrásából sikerült megvalósítani. Országosan ez egy program, tehát ezen belül ezeket a gépeket most ki tudtuk cserélni. Gyakorlatilag mindig ezeken a gépeken van egy-egy újabb lehetőség, tehát még modernebb és még biztonságosabb tenni, de aztán elmondhatom, hogy azért a kollégáim föl vannak készülve ezeknek az új gépeken történő munkára is. Az összesen mintegy 200 millió forintba kerülő új eszközök beszerzésével a megye több kórházában vált biztonságosabbá a több szervi elégtelenségben szenvedő betegek ellátása.